Tisztelt avató közönség, kedves hölgyeim és uraim, kedves jelenlévők! Kossuth Lajos emléktábla avatása Tájház udvara után itt folytatódik tovább. Németh János versmondót kérem, szegedi alkotókör tagja. Adi Endre Kossuth halálának évfordulóján című versét fogja előadni. Kérem, fogadják tisztelettel! Adi Endre, Kossuth Lajos halálának évfordulóján. Virág borít ma csöndes sírhelyet, körötte áll nagy gyászoló sereg. Élő virágok tarka kelyhein, mennyi tündöklő, drága gyöngy ragyog. Ne szívd magadhoz őket, napsugár, egy nemzet hulló könnyei azok. A gondolat, mely messze elbolyong, az érzés mind mi szívünkben zsibong, megtér, megáll e néma sír körül. E néma sír sok álmot visszahoz, mert benne a mi vérző hű szívünk Kossuth Lajos nagy szíve porladoz. Kossuth Lajos, mennyit jelent ez a név? Szeretet bízó honfi reményt, szabadságot, mely világot megvált, bosszút, melynek órája ütni fog. Kijelentés, ezerszer szent a név, egy népszívében élő nagy titok. Mely ég küldött, te szent apostolunk, midőn meghalni készült széponunk, elállott már e nemzet szívverése, az égtől várt csak megváltó csodát, s te megjelentél, testé lett vágyunk, kivívtad a nép igazát, jogát. Te izentél, így mondta azt a dal, és követett reménnyel a magyar, te fényesebbé tetted hírnevét, mint a küzdelmes zordon századok, te szabadságot adtál hazádnak, és az neked csak egy sírt adhatott. Nem. Néked adta reményét, hitét, te érted égő, szerető szívét, téged minden magyar szívébe zárt, a síri hang csak testet vette el, téged szívünknek vágya teremtett, szívünkben van néked szentelve hely. A napheve nem vész el, hiába a langy eső sem ömlik a tájra, ha lesz oly por, hogy a népek előtt a nemzet és a haza összeomolt, s nem lesz hon, csak világ, a magyarnak lesz hazája, mert Kossuthja volt. Nyugodj békében, hazánk apostola, nem fog feledni hű népet soha. A szeretet örök cél és erő, el nem veszti sem a jövő, se a múlt. Ki szeretett úgy, mint te szerettél, akkor is él, ha már a sírba holt. S ha mégis lenne kor vagy nemzedék, mely elfeledné a Kossuth nevét, ne éljen akkor igaz hazafi, vagy hogyha él, tagadja meg hitét, s átkozza meg, bár szíve szakad meg, szentségtörő, hálátlan nemzetét. Köszönjük szépen Németh Janónak, most pedig az érzelmi ráhangolódás után kérjük dr. Fodor Andal képviselő urat, hogy mondja el a szédét. Tisztelt ünneplő megjelentek, tisztelt dorozsmaiak! 172 évvel ezelőtt épp ennek a háznak a kapuján lépett be Kossuth Lajos, hogy megszálljon itt néhány napra, amíg a magyar honvédsereg dorozsmán sáncolta körül magát. Micsoda megtiszteltetés lehetett e ház gazdájának lenni akkor? Ugyanakkor 172 évig senkinek nem jutott eszébe, hogy ez a ház, dorozsma egyik legrégebbi háza, táblát kapjon e jeles esemény emlékére. Talán feledésbe is merült volna Kossuth Lajos dorozsmai látogatása, ha Deli Albin,
a Dorozsmai Hagyományőrző és Kulturális Egyesület elnöke fel nem fedezi az erre utaló írásos feljegyzéseket, ebben az ő segítségére volt a Csongrád megyei Honismereti Egyesület. De mi is a jelentősége ennek az emléktáblának, amelyet a mai napon felavatunk? Szerintem az, hogy felvállaljuk Kossuth Lajos nézeteit a szabadságról. Fontos nekünk, hogy itt járt, mert ma is egyetértünk azzal a 12 ponttal, amivel a dorozsmaiak 172 évvel ezelőtt egyetértettek. Ma is egyet kell, hogy értsünk a polgári forradalom értékeivel, amelyért a szabadságharcot vívták. A 12 pont első pontja. Kívánjuk a sajtó szabadságát és a cenzúra eltörlését. És nem is megyek tovább. Beszéljünk erről az egyről. Itt Dorozsmán azon a helyen, ahol egyszer Kossuth Lajost jó szívvel fogadták. Nem mehetünk tovább, mert ma Magyarországon újságírókat hallgatnak le. Nem mehetünk tovább, mert amíg ez így van, addig tiltakoznunk kell, és addig Kossuth nevét kell segítségül hívnunk, és hivatkoznunk kell a magyar szabadságharcra. Kossuth Lajos maga is újságíró volt. A reformországgyűlések idején az országgyűlési tudósításokat és a törvényhatósági tudósításokat szerkesztette. A cenzúrával dacoló Kossuthot azért ítélték el 4 év börtönre, mert a hatalom tiltása ellenére is folytatta a tudósításokat levélbe. Az akkori spiclik szabad elvű újságírók leveleit bontogatták a postán. A mai spiclik lehallgatnak. Egyrészt jól hangzó történelmi esemény, hogy Kossuth itt járt. De az emléktábla ennél többről szól. Azért avatjuk fel, mert kiállunk a jó ügy mellett, ahogyan az őseink is kiálltak a szabadság mellett azzal, hogy Kossuth Lajost befogadták. Ezt az utcát korábban Kossuth Lajosról nevezték el. Ma Dorozsmán semmilyen intézmény vagy közterület nem viseli Kossuth nevét. Ezért is van különös jelentősége ennek a mai alkalomnak. A Kossuth Lajos tiszteletére elhelyezett emléktábla értéket és új irányt adhat a helyi kulturális eseményeknek is. Elmondhatjuk, hogy a mai napon Dorozsma is felzárkózott azon települések sorába, akik a szabadságharc nagy vezéréről emléket állítottak. Köszönet ezért Deli Albinnak, a Dorozsmai Hagyományőrző és Kulturális Egyesületnek, a Csongrád megyei Honismereti Egyesületnek és Ambrus Imre törökbecsei szobrászművésznek, aki ajándékba készítette Dorozsmának Kossuth Lajos bronzból készült domborművét, amely az emléktáblán látható. Ambrus Imre szobrászművésznek ez Dorozsmán az első, de nem az egyetlen alkotása. Ő készítette el Dankó Pista életnagyságú szobrát, amelyet hamarosan felavatunk a Szélmalomnál. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves dorozsmaiak, köszönöm a figyelmet! Köszönjük szépen képviselő úr szavait. Most pedig a Dorozsmai Húzatalásztítere zenekar Kossuth és katonadalokat fog előadni nekünk. Kérem, fogadják tisztelettel!
Köszönjük szépen a Dorozsmai Zakász Citra zenekarnak. Most pedig felkérjük dr. Marianus László professzor urat és dr. Fodor Antal képviselő urat, hogy leplezzék le az emléktáblát. Köszönjük szépen! Most pedig kérem, helyezzük el a tisztelet koszorúját Kossuth Lajos emléktáblájánál. Elérkeztünk a záró programokhoz. Ugye egy meglepetés vendéget ígértem mindenkinek. Lehet, hogy már tudják is, hogy ki ő. Ha elmondom, hogy most következik Erkel Ferenc Bánk-bán című operájának leghíresebb áriája, a Hazám, Hazám. Hát akkor fogadják tisztelettel Kis Andor Attilát, a Hazám, Hazám díjas aranykoszorús énekművészt. Visszaműzött ki vándorul a sűrű éjjel át, s ott förgetengve nem leli vezérlő csillagát. Az ember szív is úgy molyongó jegyes egyedül, csak egy nagy érzés éltetett sok gond és gyászott, hogy szent hazám és ősnevem Zephyrben megmaradt. Most mind a kettő horvosra vár, s mit töprenkedem, hozzám borítja szemfödés, elvisz becsületem. Oh,
Köszönjük szépen Attilának, és mindenkinek nagyon szépen köszönjük, hogy jelenlétével megtisztelték a Kossuth Lajos emléktábla avatását. Kérem még, ne menjenek el, egy közös fotót készítsünk itt az emléktábla előtt. És utána mindenkinek kellemes hétvégét kívánunk. Lesz rá alkalom, hogy elmeséljem, milyen jó, hogy itt vagyunk, s mint a régi jó barátok, egyet mondunk, s egyet gondolunk. Vannak itt a határainkon túlról fel a kezeket, itthon vagytok testvérkéim. Tévtem magányos fenyő, mint a vizét vesztett patok, mint az odébb rúgott kő, mint a fáradt vándor, ki néván enni kér, ott vontrázott hazát, nyugalmat már többé nem remél, s vár a lényeget. Amíg nem értél nehéz éveket, hogy történjen bármi, amíg élünk, s meghalunk, mi egy vérből valók vagyunk. Mint a leszakított haldokló virág, mint az 5 millió magyar, akit nem hall a nagy világ. Mint porba hullott mag, mi többé nem ered, s ha nem vigyázol ránk, olyanok leszünk mi is nélküled, s vár a lényeget, még nem értheted, amíg nem értél nehéz éveket, hogy történjen bármi, amíg élünk, s meghalunk, mi egy vérből valók vagyunk. És akkor együtt! Hogy történjen bármi, amíg élünk, s meghalunk, mi egy vérből valók vagyunk. És akkor csak annyit, hogy mi egy vérből valók vagyunk. Így van. Mi egy vérből valók vagyunk. Mi egy vérből valók vagyunk. Mert mi egy vérből valók vagyunk. Hajrá, magyarok! Hajrá, magyarok!